Today's show will be presented in Hungarian with subtitles in Arabic, Olaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish and Thai. Üdvözlöm szent nézőinket! Dr. Jászapáti Laura vagyok, Tata történelmi városából. Magyarország áldott és spirituális húsvétot kíván önöknek, tele szeretettel, hálával és örömmel. Húsvét vasárnapja a húsvéti időszakhoz kötődő szertartások sorozatának végső betetőzése. Az első szokás, melyet nagybőtnek nevezünk, Húsvét vasárnapja előtt 40 nappal kezdődik, és Jézus 40 napos sivatagi imádkozását jelképezi. Eme eseményről megemlékezve sokan bőti, vezeklő, az anyagi élvezetekről lemondó és imádkozó időszakot tartanak. A húsvétot megelőző 7 napot nevezik nagy hétnek, ami a virágvasárnappal kezdődik, és magába foglalja az utolsó vacsorát csütörtökön, és azután a nagypénteket is. Most utazzunk vissza az időben nagyjából 2000 évet a húsvét kezdetére. Eljött a vasárnap reggel. Mária Magdolna és két másik nő, mind Jézus úr tanítványai, siettek elmenni a barlanghoz, ahol ő volt, odavéve szokásos fűszereket és illatszereket. Útközben a nők arról beszéltek, hogy tudnák félretolni a hatalmas sziklát, ami a bejárat elé lett helyezve. Azonban, amikor megérkeztek, megjelent az Úr angyala, és elmozdította a hatalmas követ. Amikor a tanítványok megvizsgálták a barlang belsejét, ráeszméltek, hogy Jézus feltámadt halottaiból. Jézus Krisztus csodálatos feltámadását még ma is megünneplik Húsvét vasárnapján, egy olyan napon, ami nagy örömöt és reményt hoz az egész világon. Ez a dicsőséges nap az új kezdetek születését jelképezi, bizonyítja a halál utáni életet, és megerősíti Krisztus minden követőjének a hitét. Jézus úr tanítványai nem tudták elképzelni mesterük áldozatának hatását az emberi történelemre. A feltétel nélküli szeretet és megbocsátás egyik általa mutatott legerőteljesebb példája, melyen az emberek húsvétkor elmélkednek, az irgalmas kérése volt az atyához, amikor a kereszten volt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Odaadó nézők, amikor visszatérünk, a húsvéthoz világszerte kötődő izgalmas jelképekről és hagyományokról fogunk hallani. Praise and give glory.
Isten hozta újra műsorunkra, mely az egyik legörömtelibb napról, Húsvét vasárnapról szól. Nézzük meg, hogyan ünneplik ezt a napot a világ körül. A Húsvét vasárnapi istentiszteletek boldog események, melyeket a megvilágosodott Jézus Krisztus úr hívői megünnepelnek. A mise egyik legnépszerűbb fajtája a napkelte istentisztelet. A hívők szabadba gyülekeznek épp hajnal előtt, akár a templom udvarán, akár egy másik festői helyszínen. Amint a nap felkel a látóhatár felett, a keresztények elkezdenek hálaadó énekeket énekelni, tanításokat olvasni a Bibliából, az öröm, egység és béke imáit mondani. Amint a nap sugarai megjelennek, elönti őket a mély hála annak tudatában, hogy Jézus a megváltó menny örök fényét hozta el a világra a tanítása által. Sunrise will bring a much brighter tomorrow, and sunrise will end the dark shadows of night. Angels will sing to awaken the dawning sunrise. Sunrise will find me with Jesus, my Lord. Brazíliában az ünnepségek kifejezetten elevenek és drámaiak. A római katolicizmus itt a fővallás a 16. század óta. Az emberek 75%-a még ma is ezt a vallást követi. Ebből adódóan az egész falu részt vesz az áldott hétvége eseményein. Ez egy színes menettel kezdődik, melyben a helyi lakosok Jézus és az ő követőinek öltözeteit veszik magukra, és felvonulnak a falu utcáin. Időnként angyalnak öltözött gyerekek várnak örömtelien az Úr Jézusra. A legnagyobb húsvéti ünnepséget Szent Péter Bazilika előtt tartják Vatikánvárosban, Olaszországban, mert itt a pápa, római katolikus egyház vezetője elmond egy személyes üzenetet a világnak. A hívő katolikusok és más spirituális keresők tízezrei gyűlnek össze a Szent Péter téren, hogy osztozzanak a gyönyörű és felemelő Isten tiszteletben. Lengyelország, Belgium és Franciaország a harangoknak ad fontos szerepet ennek a becses napnak a megünneplésére. A húsvét előtti csütörtöktől kezdve az ország minden harangja hangtalan, a gyász jeleként. Azt mondják, hogy minden harang elment Rómába. Aztán vasárnap azt mondják, a harangok visszatértek, és mind örömtelien szólnak Krisztus új életét ünnepelve. Németországban és Belgiumban örömtüzeket gyújtanak ezen a hétvégén, hogy a Jézus Krisztus által a világba jövő fényt jelképezzék. A gyertyák is jelképei Krisztus fényének. A Fülöp-szigeteken egy Salubong nevű pirkadat előtti szertartást tartanak. Máriát és Jézus urat először ábrázolva együtt, az ő feltámadása után. A szertartás leginkább várt aspektusa az, amikor egy angyal felemeli a fájtlat Mária arcáról, ami az ő gyász időszakának végét, új korszakának kezdetét jelképezi. Virágszirmokat szórnak rájuk, és kezdetét veszi a nap káprázatos ünneplése. A kasztíliai szamár egy olyan állat, ami összefüggésben van ezzel a különleges nappal. A szamár, amelyik bevitte Jézus urat Jeruzsálembe, virágvasárnapon. A legenda szerint a kis szamár később látta Jézust szenvedni a kereszten, és mélyen meg volt döbbenve. Ahogy a nap kezdett lemenni, a kereszt árnyéka a szamár vállára és hátára esett.
A mai napig egy keresztformájú szőrfolt nő a hátán és a vállain, az alázatos és érzékeny szamár szeretetének és odaadásának bizonyítékául. Egy finom illatú virág szintén jelképe ennek a különleges napnak. A húsvéti liliom egy gyönyörű trombita formájú fehér virág, ami Jézus Krisztus tisztaságát, erkölcsét és ártatlanságát jelképezi. A liliom a tavasznak, a reménynek és az új életnek is a jelképe. Liliomokról szó van a hegyi beszédben is. Krisztus mondta a követőinek, hogy Isten megismerésére összpontosítsanak, és ne nagyon aggódjanak amiatt, hogy mit viselnek, emlékeztetve őket a liliomokra. Azt mondta, figyeljétek a mező liliomait, hogy hogyan nőnek. Nem küszködnek, se nem forognak, de mondom nektek, hogy még Salamon legnagyobb dicsőségébe se pompázott úgy, mint ezek. Így a húsvéti liliomok gyönyörűséges jelképei lettek az év eme ünnepélyes időszakának. Persze az egyik legnépszerűbb szokás, amit széles körbe ünnepelnek, az a csokoládétojások adása a gyerekeknek húsvét reggelén. A természetben egy tojáson belül egy fióka van, és ezzel az új életet jelképezi. Vasárnap, kora reggel a szülők csokoládétojásokat, vagy édességgel töltött játéktojásokat rejtenek el az egész házban, vagy a kertben, és azután felébresztik a gyerekeket, hogy újongva keressék ezeket az édes kincseket. Mostanában nagyon könnyű egy igazán könyörületes húsvétot tartani, vegán húsvéti csokoládéval, ami azt jelenti, nincs bennük se tejtermék, se tojás, amikről tudjuk, hogy káros az egészségünkre és a gyerekeinkére. A békés húsvéti vacsorához gondolhatunk egy kegyetlenségmentes vegán sonkára is. Jézus Krisztus a nagyszerű mester megihlető életének és megvilágosodott tanításainak köszönhetően a húsvét vasárnapot az egész világon a remény, az optimizmus és a megbocsátás napjaként ünneplik meg. Örömteli esemény mindenkinek. Itt az idő a kaliforniai baptista kórus egy felemelő előadására. Ők zárják a mai ünnepi műsorukat pazar énekükkel, Ann Herring húsvéti dalának utolsó részével. Köszönjük, hogy különleges programunkat nézik, melynek címe Ezután jön a szeretet ajándéka. Egyszerű és tápláló főzőcske Csinghály legfelsőbb mesterrel. Burgonya vegán kolbászfalatokkal, vadasmártással, rukkola salátával és vegán sajttal. Az irgalom, feltétel nélküli szeretet és a tisztaság tulajdonságai mindig legyenek önökkel. Thank you for watching our special program. Up next is a gift of love, simple and nutritious cooking with Supreme Master Csinghály. Potatoes with vegan sausages and savage sauce rocket salad with vegan cheese. May the qualities of mercy, unconditional love and purity be with you always. For more details, please visit suprememastertv.com
forward/show.